Simán fölhagytad, adjál neki! Arra, szerpentin, úgy is jó, sőt így jobb. Hát mondjuk a simával vicceltem, vagy túlottam. De ott már arra menjen balra, és ott már fönn vagy. És onnan megyünk föl. Ott balra menjünk. De ez egy komoly ez az építmény, mi? Mindjárt fölmegyünk. Gyere, itt vagyunk. Figyelj, kényelmesen végig vízszintesen ide gurultam. A másik. Sokkal jobb, mint az a két szar. Én nem is, nem megyek holnap, komolyan nem megyek oda. Én azért sajnálom, ott az egy csokit oda. Á! Figyelj, komolyan most lejöttél volna ezen a harmadikon, Viktor, nem mennél holnap oda többet. Nem mennél oda. Ez lendületes, ja, por fáradt, ki van járva, kemény a talaja, vannak rajta ugratók, minden jó. Sokkal jobb, komolyan. Nem is értem, hogy miért nem ott rendezik. Jobbra vidd el a bringát, ott vannak az asztalok, és gyertek föl! Igen. Így van. Már rájöttem én is, hogy ott fogunk lemenni. De nyélen. És aki fékez, az buzi. Ja, már igen, már oda az új. Nézd meg milyen pontos. Pont 3-6-ot. Mert most annyi van. Igaz, hogy a nap nem süt. Ja igen. Tehát marha ilyesen megcsináltak, ez belülről vasbeton. Utalag így megfelelően a restaurálban. Aha.
figyeld meg, Kaltenecker Lajos 96-ban 86 nap alatt 47 dolgozóval építette meg. Mert fordítva is ment volna, 47 nap alatt 86 dolgozó van, nem? Ugyanennyi lett volna. Na, menjünk fel, nézzünk le. Ja, hát Árpád-kori. Árpád-kor. Dolgozóval. 47 nap alatt. Mondjuk, ha én is itt vagyok, ez hamarabb ment volna, de hát mindegy. Most már. Ja. A faktudás. Hello. A bélyegvő a lakat alján van, tessék. Itt lehet bélyegetni. Mondjuk én inkább a lakat tetejét. Nézd meg, hogy gyűl meg a izé. Hát ez nagyon jó a köd. Na mit? Ja, igen. Na hát ezt látjuk mi ott bent. Ebben megyünk bele. És figyeljetek, nem ott valami rotkő, arra van. El mögött a hegy mögött van. És azt hiszem ez a mit mondott a Feri? Milyen gede vagy milyen hegy? Vagy eged? Nem tudom. Na mindegy. Még... Viszont az előtte van, de azt mi kikerüljük holnap. Arra nem megyünk föl. Képzeljétek, én mindig szoktam így kifele hadalátni a kamerába, és állandóan attól félek, hogy egyszer elejtem így. Hát ez egy csukor. Hát de ez a köttenger, ez milyen kurva jó. És az már mind Ausztria, tudjátok, azok a második gondolatok. Az már mind Ausztria. Ott van még egy kiemelkedés, egyébként arra még rá tudnánk menni, mert az még a síhát fele is útba lenne. Az az egy pump, de amúgy meg itt megyünk le. Ja, és ott a Balaton. Én látom a Balcsit. Aha. Nagyon szépen megcsinálták, komolyan mondom. Tényleg van egy ilyen középkori hangulata, nem? És ha belegondoltok, az Árpád-korban minden ilyen kiemelkedésen vár volt. Minden ilyen kiemelkedésen. Hát a Füzéri Vár is milyen gyerekek, most voltam ott. Micsoda? Nagyon. Megkérdem, már olyan bírálatok érik a várat, hogy túl szépen meg van csinálva. Túl modern, túl... Igen, igen. De figyelj, figyelj, oda mentünk a bátyám a délelőtt 10 órakor, és délután 3-kor nem volt szívem lejönni a várból. Ott akartam még maradni. Annyira. Sok látnivaló van. Elfújt a szél, volt egy ilyen film. Ja, igen, igen. Nagyon jó. Elfújt a szél. Got with the wind. Ja, tudod, hogy az a könyv is be van tiltva Amerikában, tudod miért? Hát mert folyamatosan niggereznek benne. Hát tudod, az időről szól a rabszolga felszabadításról. Most egyébként egy ilyen történelmi regényben mit lehet még csinálni? Hát pontosan, hát akkor ez így volt, akkor így hívták őket. És be van tiltva,
és kikeresik a könyvtárakba, képzeld, de Amerikába vett a könyvet, és bezúzzák. Azt lehet, ott lehet, igen, igen. Igen, ha ez a szó van benne, akkor lehet. Ja, hát igen. Mi, már be vagy rúgva, vagy mi? Vagy majd leszel? Na mit? Ja, jó. Igen. Nincs látok valami papír, amire tudunk pecsételni? Várjál, erre a csoki papírra pecsételek egyet. Hozd meg a kamerát. Most működik, akkor én is csinálok egyet. Ja, azt köszönöm szépen. Isten vagy. Igen, és erre tegyük egy sima. Ide. Úgy, igen, oda még el is ér. Azaz, és most. Éljem egy föl, így. Nem kell, hogy fejjel a fele vagy. Tehát, hogy mindegy, mert el. Ó, hát ez hibátlan. Istenem, de gyönyörű. Ja, őrvidéki túrák. Az a, igen, mert ez az őrvidéket, tudod, ez nem a... Sokan keverik az őrséget, hanem az őrvidéket, de ez az őrvidék. Na jó. Ja, persze. Egy párszor még kérdés. De van, aki föltekerek a lépcsőn. Nem hagyom lenn most már. Már csak azért le tudjak menni. Rövidítek, DH-san.